Engem nyáron rúgtak ki, tehát több mint egy évet dolgoztam a mostani vezetés alatt, és egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát hónapról hónapra jobban belebeszéltek minden dologba, és meghatározták, hogy miket kell írni, miket kell csinálni. Többnyire külpolitikával foglalkoztam, és azt hittem, hogy az egy olyan terület, ahol nem fognak annyira belebeszélni, mert ugye mindig a belpolitika van leginkább a célkeresztben. De egyszer sikerült nekem is belefutni egy olyanba, hogy amikor az Európai Parlamentben bírálták Orbán Viktort, akkor akarták, hogy mindenfélét beleírjak az anyagba arról az emberről, aki bírálta. Tehát itt is tetten érhető volt ez a rendkívül furcsa hozzáállás, hogy aki a magyar kormányfőt bírálni merészeli külföldön, az is bizonyára csak rossz ember lehet, és mindenfélét le kellett volna írnom arról az emberről, aki ezt a bírálatot megfogalmazta, és akkor én erre nem voltam hajlandó. Tehát én úgy érzem, ez nyilván közrejátszott az én későbbi kirúgásomban. Nagyon sokszor előfordult, hogy konkrét bekezdéseket megírtak egy anyagból, amit bele kellett tenni, és maximum egy-egy szót lehetett benne megváltoztatni. Tehát igazából itt már nem az történt, hogy egy eseményről valaki beszámolt, hanem az előre kitalált koncepcióhoz kellett igazítani a valóságot. Tehát egy teljesen szürreális helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen a reggel kitalált elvárásoknak megfelelően kellett mindent megcsinálni. Mindig összeszorult gyomorral mentem be dolgozni. Ugye reggel értekezleten elhangzott, hogy mit kell forgatnom. Nagyon sokszor külön utasítást is kaptunk arra vonatkozóan, hogy kit szólaltassunk meg az anyagban, és gyakorlatilag mi az anyag üzenete. Tehát sokszor nem is érdekelte az ottani vezetőket az, hogy mi történt aznap az adott témában, hanem meg volt már reggel a központi üzenet. Volt egy olyan értekezletünk, amikor az éppen bent lévő vezető azt közölte velünk, hogy soha nem merjünk ellentmondani a nap folyamán a forgatáskor, ugyanis nyugodjunk meg, ezeket a szavakat használta, úgyis visszajut hozzá minden. Akkor kezdtem el igazából érezni, hogy baj van, amikor a odaérkezett friss vezető, ugye jelenleg is elég magas pozícióban van, egyszerűen odaült mögénk, amikor anyagot írtunk, és eleinte csendben volt. Aztán, amikor egy olyan részhez értünk, ami kínos volt, legalábbis az ő számukra, a kormányzati kommunikációban előírt forgatókönyv szempontjából, akkor egyszerűen beleszólt, és mondta, hogy például megszorítás helyett újjászervezést, átszervezést kell írni, ami ugye teljesen helybecsöngett a központi kormányzati kommunikációval. Akkor senkinek nem kellett igazából témát hozni, vagy köszöntött, de teljesen mindegy volt, csak mondott valamit, mert már kész adásmenettel érkezett a szerkesztő gyakorlatilag, tehát meg volt, hogy mik lesznek a híradóban. Amikor olyan marginális baromságok is voltak, amik egy fél nyolcas híradóban egészen elképesztő, hogy kerülhettek be. Mit tudom én, mondjuk két és fél perces anyag arról, hogy egy erdélyi faluban kitettek egy magyar zászlót a templomra, és az egész eseményen 15 ember volt ott, és ebből két és fél perces anyag készült egy főkiadású híradóba, ami hát azért, szóval tényleg örülhely. Ahhoz hálás tényleg nem volt közöm. Amihez volt közöm, azoknak egy részéről levetettem a nevemet a Lágóval és az összes más készítővel egyetemben, mert egyszerűen vállalhatatlanak tartottuk. És sokan hát tényleg azt vártuk, hogy végre rúgjanak ki innen, és ebben kelljen részt venni. Riasztó a mostani állapotban, vagy a mostani helyzetben, hogy egészen elképesztően primitív, mindenre kiterjedő, sunyi, és sokszor teljesen értelmetlen és érthetetlen. Tehát például azok a módosítások, amiket mondjuk híradósként tapasztaltam, hogy eszközölni kellett, hogy gyakorlatilag minden anyagba bele kellett rakni gyurcsányt. Tehát teljesen mindegy, hogy volt hozzá köze vagy nem, bele kellett rakni gyurcsányt. Tehát ilyen elő még nem találkoztam eddig sehol, és ezek az ilyen módszerek jellemzik ezt a brigádot, hogy Viszont most már legalább bejutott a komédia szintjére, tehát ez most már, amit művelnek, ez most már a kicsúcsosodása az eddigi olyan történéseknek, amik a nyilvánosságot nem annyira követett, mert nem nagyon tudott róla. Ez így szépen megmutatta ezt a rendszert, ha ezt a rendszernek lehet hívni. Nem nagyon tudok mosolyogni. Ezt az úgynevezett érintett a három bűnbak közül az egyik kapta, egyik kollégám, egy vágó kollégám, vannak csalók, hírmanipulátorok,
akik most megpróbálnak bűnbakokat találni egy mindenki előtt lelepleződött botrányra. Közleményt adtak ki azelőtt, hogy az érintettek tudtak róla, hogy mit fognak kapni, hiszen azt mondták, hogy nincs vizsgálat, ez csak egy előzetes meghallgatás. Lezárult egy vizsgálat, Szabó László kommunikációs igazgató erről beszámolt az ATV televízióban. Egy vizsgálat, amikor a meghallgatáson a konkrét esetről nem kérdezték gyakorlatilag a ott behívottakat, hanem általában kérdezték, hogy egy anyagot hogyan készítenek el. Nincs sajtószabadság, demokratikus jogállamiság, nincs jogállamiság, sajtószabadság nélkül is ennek egy bástyája kellene, hogy legyen a közmédia, ez nem az. Manipulációk zajlanak, eltehet több mint fél év, és egy manipulálásra lelepleződött Papp Dániel lehet a Hír főszerkesztőség vezetője. A szakma etikai szabályzatát valóban megsérti, hogy egy olyan ember beleszólhat, és helyettesei nap mint nap itt a newsroomban ott ülnek, és az anyagok szerkesztésébe beleszólnak, mondatokat megváltoztatnak, akiknek munkajogilag semmi közük nincs, se a Duna televízióhoz, se az MTV hírműsorához. Ők hivatalosan az MTI Hírcentrum munkatársai, akiknek szakmai felügyeletet kellene gyakorolniuk. Hát ez a szakmai felügyelet most már lehet látni, hogy mihez vezet. Tudomásunk szerint amúgy a konkrét napon a Duna televízió felelős szerkesztője felé Hegedűs István, a Hírcentrum igazgatónak a Duna televíziót felelős tartalmáért, felelős vezetője volt az, aki jelezte és mondta a felelős szerkesztőnek, hogy ne jelenjen meg a volt főbíró ezen a bizonyos felvételen. Nem lesz olyan helyzet, hogy a médiahatóság arra panaszkodjon, hogy nincs beadvány, újabb beadvány lesz. Annyi beadvány lesz, ahány jogsértés fog történni. Nem nyugszunk addig, amíg nem fog helyreállni a demokratikus jogállamiság a közmédiában, és amíg nem történik valóban tisztességes, hiteles tájékoztatás. Ha holnap 14 óráig nincs ebben változás, radikális változás, én nem ugróiskolát fogok rajzolni, én itt a Magyar Televízió épülete előtt éhségsztrájkba fogok kezdeni, határozatlan ideig. Ennyit tudok tenni. Úgy gondolom, hogy egy közszereplő kitakarása rendkívül súlyos európai jogot sértő és a belső jogot is sértő cselekedet, tehát azt szeretném, ha jövőben ilyen nem fordulna elő. Az európai jog a diszkriminációt tiltja, a magyar alkotmány, illetve a januárban hatályba lépő alaptörvény az emberi méltóságot kiemelten kezeli. Akit bűnözők mintájára kitakarnak, az személyiségi jogi pert is indíthat, és a becsület sértésnek a bűncselekménye is felmerülhet, ha valaki úgy ítéli meg, hogy ezzel a becsületében megsértették. Ők rögtön elismerték, hogy egy súlyos jogsértésről van szó, de én ezek közül az eszközök közül egyiket sem kívánom igénybe venni. Azt kérem a Magyar Televízió vezetésétől, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek az emberi méltóságra, és a riportalanyokat semmilyen körülmények között ne diszkriminálják.